Egyre több országban ér véget az Omikron pánik, és a magas fertőzöttségi számok ellenére enyhíteni kezdik az óvintézkedéseket. Indul a fokozatos enyhítés Romániában is, holnaptól némileg változnak a beutazási szabályok, és kevesebb üzletben kérik majd a COVID-igazolványokat, mint eddig. Igaz, a járvány előtt megszokott élettől még mindig nagyon-nagyon messze van Románia. Sorba állnak a mentőautók a triás központok előtt Romániában. Ide azokat várják, akiknek pozitív lett a koronavírus tesztjük, hogy kiderüljön, kórházi ellátásra szorulnak-e. Aki maga érkezett a központhoz, hosszan állhat sorba a kapu előtt. Csak nem bírok megszabadulni a láztól már 4 napja, panaszolja egy nyugdíjas férfi. Fáradtnak is érzi magát, a feleségének, aki 3 oltást is kapott, semmi baja. Ő viszont eddig nem oltatta be magát. Hozzánk azok kerülnek, akiknek 1 héten belül pozitív lett a tesztje. A legtöbbjük oltatlan, vagy 1 oltása van. Van, aki már felvette mind a 2-t, 3 oltással nagyon kevesen jönnek, mondta a központ egyik orvosa. A naponta diagnosztizált új esetek száma ugyan csökkenést mutat az elmúlt napokban, de folyamatosan nő január eleje óta a kórházi kezelésre szorulók és az intenzív osztályokon ápoltak száma. Az intenzív terápiára szorulók száma ismét meghaladta az 1000-et országos szinten. Az oltási hajlandóság azonban még mindig alacsony. Románia továbbra is sereghajtó az Európai Unióban átoltottság tekintetében. Az oltóközpontok kongarak az ürességtől. A kormány nem tesz eleget azért, hogy megmozgassa az embereket, és nagyon sok az oltás ellenes propaganda. Magyarázta egy bukaresti nyugdíjas, aki már a 3. oltásáért jött. Az Omikron variáns terjedése emellett Romániában is változást hozott a járványhoz való hozzáállásban. A sok viszonylagosan enyhe eset miatt lerövidítették a karantén időszakot, az üzleteket érintő szabályozások is módosultak, hétfőtől a plázákban működő élelmiszerüzletekbe is be lehet menni COVID-igazolvány nélkül. A beutazási feltételeket is újra egyszerűsítik, a külföldről érkezőktől követelt digitális adatlapot módosították, ezentúl csak a határátlépést megelőző 3 napon belül kell kitölteni, eddig erre csak az utolsó 24 órában volt lehetőség. Külföldi utazás esetén, illetve az országba történő belépéskor Románia is csak azokat tekinti beoltottaknak, akik felvették az oltás 3. megerősítő adagját, vagy 9 hónapnál nem régebben kapták meg az oltás 2. dózisát. Változtattak az oktatás rendjén is, hétfőtől már nem a fertőzöttségi adatokat, hanem a kórházak terhelését veszik figyelembe, amikor arról döntenek, hogy egy oktatási intézményben folytatódhat-e a jelenléti oktatás, mivel pedig a kórházak jelenleg nincsenek túlterhelve, a romániai iskolák is nyitva maradhatnak. Az oktatási minisztérium ugyanakkor arra kéri a szülőket, lehetőleg oltassák be gyermekeiket is.